Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 13-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a csákberényi avarkori feltárásról, a Szent Család látogatóközpont megnyitójáról, az újraindult művészkorzóról, illetve Koppány Attila új tárlatáról láthatnak beszámolókat. Ötven veszélyeztetett sír feltárásán dolgoznak a Szent István Király Múzeum ásatásán. Csákberényben izgalmas eredmények körvonalazódnak, kettős temetkezés nyomaira bukkadtak, sikerült megfogni az avarkor legkésőbbi régészeti horizontját, ami a 9. századra tehető. Az idei tervásatás milyen különleges eredményeket hozott itt Csákberényben az újabb avarkori temető feltárása során? Sikerült megtalálnunk a avarkornak a legkésőbbi régészeti horizontját, amit meg tudunk még fogni. Ez a 9. századra keltezhető. Maga a temető egyébként úgy tűnik, hogy megvan ennek az új temetőnek is a kettő széle. Izgalmas eredmények körvonalazódnak Csákberényben, ahol már második hete dolgoznak a régészek, az önkéntesek, a közösségi régészeti program résztvevői az avarkori temető tervásatásán. Még tavasszal egy koponyát találtak a területen dolgozó munkások, amit kimosott a víz. A véletlennek köszönhetően így egy újabb nagy kiterjedésű avarkori temetőt sikerült azonosítani. Szücsi Frigyes vezetésével a tervek szerint most az 50 látszódó sírt szeretnék feltárni, mert ezek nagyon közel helyezkednek el a felszínhez, ezért különösen veszélyeztetettek. Célja volt az ásatásnak az is, hogy sikerüljön megtalálni a temető széleit. Lényegében azok, amiket ott néztünk, azok a 9. századi sírok jeleznék a legkésőbbi használati idejét a temetőnek. Tehát valószínűleg azok ott a legkésőbbi 9. századi sírok. És a másik oldalon már megvan a szél? A másik oldalon is ugyanígy úgy véljük, hogy megvan, de igazán biztosat csak akkor tudunk majd mondani, hogy tehát azért még egy kicsit messzebbre el kell ásnunk ezeket a kutatóárkokat. De nagyon úgy néz ki, hogy megvan itt a két széle a temetőnek. Innen alig több mint egy kilométerre helyezkedik el a Cobácai patak túloldalán az orontpusztai avarkori temető. Ide a 6.-7. században temetkeztek az úgynevezett kora és közép avarkorban. A tavasszal felfedezett újabb avarkori temetőben jóval későbbről a 8. és a 9. századból, a késő avarkorból származnak a leletek. Ez egy 9. századi sír, onnan tudjuk, hogy a nagy szívége ennek a férfi embernek, akit ide temettek, tehát az öv végét díszítő bronz szívég, az lilium díszes, és ez a legkésőbbi díszítésmódja az avaröv garnitúráknak, tehát ez valamikor a 8. század végétől jellemző, és inkább már ezt a 9. század, hát mondjuk úgy első harmadának az időszakát jelzi, és nagyon jól beleillik a képbe a mellette levő sír is, ahol pedig egy hölgyet temettek el, neki majd meg tudom mutatni, hogy egy ilyen spirálcsüngős fülbevalója van, ugyan erre az időszakra keltezhető, tehát joggal állíthatjuk azt, hogy sikerült itt ezen a részen megfogni ezt a 9. századi periódust. Ami... Ez miért olyan különleges? Ez azért nagyon különleges, mert ez egy ilyen nagyon nehezen megfogható időszak, meg egy ilyen sötétebb időszak abban az értelemben, hogy nincsenek igazából erről írott forrásaink, hogy mikor megérkezik Árpád népe, tehát a magyar honfoglalás előtti időszak pontosan hogyan kell ezt az időszakot elképzelnünk. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy ha ezek az emberek nem is, de talán a fiaik, vagy hát az unokáik egészen biztosan találkoztak Árpád népével, de egyébként pont ezt is vizsgáljuk, hogy mivel nagyon konzervatív divat van ebben az időszakban, nem kizárt, hogy akár ezek a sírok egészen, tehát ez a periódus, ez a régészeti horizont egészen 10. századig, tehát a Árpádék általi birtokbavételéig a Dunántúlnak keltezhető. De ez egyelőre egy kérdés a kutatásban, és pont ezek a
helyi eredmények, illetve a mikroregionális vizsgálatok segíthetnek a tovább lépésbe, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni. Ez az a helyszín egyébként, ahol a temetkezésnek más egyéb nyomait is fel lehet fedezni, a koporsós temetkezésnek a nyomait? Igen, ez egy egészen különleges sír ebből a szempontból, mert a mi régiónkban legalábbis egyértelműen ritkaság számba megy az, amikor a koporsónak nem csak egy ilyen humusszá változott lenyomata marad meg, hanem maga a faanyag is megmarad. És itt lényegében azt látjuk, hogy az emberi váz mellett a két szélen megmaradt a koporsó oldalsó deszkája, és ezt most itt a restaurátor kolléganő próbálja kiemelni, hogy aztán menjen a dendrokronológusokhoz, és abban reménykedünk, hogy hát legalább egy fajta meghatározás, és hát nagyon szerencsés esetben akár, hogyha megfelelő számú faév gyűrűt meg tudnak benne figyelni, akkor akár egy időrendet is mutathat nekünk, tehát mondjuk úgy, hogy meg tudnak egy körülbelüli kort mondani ebből a dendrokronológusok. Ez nekünk óriási segítség, mert ezek mindig kiegészíthetik és pontosíthatják a régészeti időrendünket. Mert ahogy mondtam, egy konzervatív divat van, tehát ez az utolsó régészeti horizont, ami a férfiaknál ilyen, mondjuk ilyen liliomos övgarnitúrák formájában jelentkezik, a nőknél meg ilyen egyszerű drótékszerekkel. Ez egy nagyon hosszú ideig divatban levő leletanyag, és nem látjuk pontosan, hogy hol a vége. Tehát azt látjuk, hogy mikor jelenik meg, tehát 8. század végén megjelenik ez a régészeti horizont, de nem tudjuk, hogy most 9. század első harmadában, vagy közepén, vagy akár esetleg már mondjuk a magyar honfoglalás idejéig is kelteszhetőek ezek a leletek, és ebbe óriási segítség lehet például a dendrokronológia. Ez egy női temetkezés, én most, mivel ez már egy dokumentált sír és felszerelésre vár, ezért kiszabad vennem az ékszert. Nagyon óvatosan kiveszem, nehogy eltörjön, mert én gyenge megtartás. Ezek egy nagyon egyszerű drótékszerek, és ezek jellemzik a 9. századi női divatot. Ezt hívják spirálcsüngős fülbevalónak. Más érdekesség is előkerült, kettős temetkezés nyomaira bukkantak a régészek. Ez a temetkezési forma nem elterjedt, mindig izgalmas kérdéseket vett fel. Majd még a nem meghatározásokkal megvárjuk, míg ki lesz teljesen bontva a sír, hogy látszódjanak rendesen a koponyák meg a medencecsontok, és akkor majd az antropológus kolléganő ezt is meg tudja mondani biztosan. De mindig izgalmas az, hogyha egy sírban mondjuk két felnőtt ember kerül eltemetésre, hogy vajon mi okozta a halálukat, és mi miatt kellett egy időben őket egy síraknába eltemetni. Egyébként maga a sír az nagyon gazdag lehetett, de sajnos látjuk azt, hogy a emberi gonoszság az kortalan, és a sírrablók ezt feldúlták még valószínűleg egyébként a 9. század folyamán. Tehát akkor ez is egy bolygatott sír. Ez egy bolygatott sír, azért vannak így össze-vissza csontok, és tehát a csontok elhelyezkedéséből tudunk következtetni a bolygatás időpontjára is, mert itt látjuk azt, hogy a csontok össze-vissza vannak, tehát az inak már nem tartották össze a csontokat. Ebből az következik, hogy azért hát valamennyi idő mindenképp eltelt a temetés után, mondjuk 10-15 év minimum, miután sor került a sírrablásra. Viszont azt is látjuk, hogy nincsenek rablóárkok, tehát a sírrabló tudta pontosan, hova kell ráásnia. Ez pedig kijelölheti a rablás időpontjának a legkésőbbi határát, mert még látszódnia kellett sírjelölésnek, tehát valamilyen sírhantnak, esetleg kopjafának, és ugye ez is azért talán egy 80-100 évbe behatárolja a felső időpontját a rablásnak. Tehát én azt gondolom, hogy erre a rablásra valamikor a 9. században kerületett sor. Nekem az a furcsa, ez a kékes szín, tehát ugye az hogy az tárgy. Az egy bronz tárgy, ez egészen biztos, egy bronz pánt darabjai, de nem tudom, tehát többféle tárgytípus szóba jöhet, amihez ilyet használtak, például ilyen bronzpántos favödrök, de az a baj, hogy a rabláskor fölbolygatták, és most össze-vissza van dobálva, nem tudjuk egyelőre, majd egyébként nagyon sok mindenről restaurálás után több minden kiderül. Főleg egyébként ez inkább a vastárgyakra igaz, mert sokszor olyan vastag korrózió réteg, korrodált réteg fedi be, hogy egyszerűen nem kivehető, hogy milyen tárgyról van szó, és sokszor a restaurátorok
gondos munkának eredményeképpen kibontakozik előttünk maga a tárgy. Én két edényt helyeztek a sírba. Van, még nincsen kibontva, a kolléga rosszul kezdte bontani, de azt még úgy. Ez a túlvilági útra való a étel és ital melléklet a sírban. Tehát akkor a sír mellékletekben is gazdag leletanyag került elő, mondhatjuk ezt? Ezt mindenképpen mondhatjuk. Mondjuk sajnos ezek a valószínűleg 9. századi sírrablók tettek róla, hogy azért korlátozott legyen ez a gazdagság, de látjuk azt, hogy igen, tehát ez helytálló azt mondani, hogy nyilván megfogható itt egy módosabb része is az egykori társadalomnak. Ünnepélyes keretek között megnyílt a látogatóközpont és kiállítótér a Magyar Szent Család nyomában tematikus zarándokút fejlesztési projekt részeként a püspöki palota mellett. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont megnyitásával ünnepélyes keretek között zárult le a Magyar Szent Család nyomában tematikus zarándokút projekt, amely 1,5 milliárd forintos GINOP támogatással valósult meg. A zarándokút részei a püspöki palota, az Egyházmegyei Múzeum, a Szent István Művelődési Ház, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhely és a Szent Imre Zarándokház, valamint a Vértessomlói Plébánia Templom és Magyar Szent Család Mesetér, és mostantól a Fehérvárra érkező zarándokokat is új látogatóközpont és kiállítás fogadja. Talán elsőre nem érzékelhető, most, hogy ez az épület elkészült, hogy mennyire bonyolult volt az a kontextus, ahová ezt a házat nekünk meg kellett terveznünk. Még 2015-ben, amikor püspökatya kérésére az első vázlatokat elkészítettük. Egyrészről ez a telek, ami akkor már üres volt, a Lakatos utcának az első telke. Tehát mindenképpen egy olyan utcaképben kellett gondolkoznunk, ahol a földszintes, emeletes, zárt sorú beépítést kellett valamilyen módon folytatnunk. Ugyanakkor ez a telek a látható városfalnak egy végpontja is, tehát tulajdonképpen egy utca és egy városfal meccéspontjában áll. Tehát az is fontos volt, hogy erre a városfalra is reagáljunk, és ezért gondoltuk, hogy ugyan az utcaképben a szomszédos épületformához igazodunk, magas tetővel, ugyanakkor a épülettömeggel, azonban a Lakatos utca bejáratánál az anyagválasztással, a kővel, a téglával egy olyan erős és markáns, bástyaszerű építményt képzeltünk, amely ezt a látható városfalat lezárja, egy hangsúlyt teremt. Különös rétege ennek a feladatnak, hogy ennek a városfalnak a szélén az 1940-es évek elejére megépült a Prohászka emlékmű, amellyel nekünk is foglalkoznunk kellett, és úgy gondoljuk, hogy ez az oszlopszerű két boltívet magában foglaló falszakasznak, mint egy hátteret biztosítottunk, vagy ha úgy tetszik, akkor mint egy képkeretbe foglaltuk ezt az emlékművet, tehát mindenképp az értelmezését segítettük. Kőcsin tökéletes. A Belbecsről is essék szó, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen látogatóközpontnak az a lelke. Igen. Egy újabb réteg, hogy a teljes telek területe régészettel érintett. Tehát a múltunknak a falmaradványai, épített örökségünknek a földben rejlő kincsei, azok gyakorlatilag a teljes telket beborították. Amikor a régészeti feltárások elkészültek, akkor kiderült, hogy nekünk szinte zsebkendőnyi területeink maradtak arra, hogy ezt az épületet lealapozzuk. És a nehézségekben rejlik egyben a háznak a szépsége is, hiszen szimbolikusan is a múlt falai közé építettük le ezeket a speciális kútalapokat, amellyel elértük a teherbíró talajréteget, és abból, mint egy fa gyökerei, növekszik ki egy teljesen új épület, egy ilyen markáns, erős bástya jel. A belső terek kialakítása szintén rendkívül fontos, hiszen méltóság és felelősség kíséri minden egyes mozdulatokat, az önökét is, illetve a hívőkét nem különben. Igen, a belső térben ugye majd megismerjük a látogatóközponti funkciókat, az új kiállítást. Talán erről biztosan sok szó fog esni a közeljövőben.
de hadd meséljek egy olyan rétegéről, ami kevésbé látható, ez pedig az Egyházmegyei Múzeumnak a látványraktára, illetve az Egyházmegyei Múzeum gyűjteményi raktára, mert hogy ez az épület ilyen funkciót is magában fog rejteni. És ez is megint egy olyan speciális feladat, ugye nagy terhelésű födémekkel, kevés természetes fényt igénylő terekkel, amelynek mind-mind igazodnia kellett a múltnak a folytatásához. És úgy kellett ugye megfogalmaznunk ezt az egész újszerű épületet, hogy mindez a sok-sok nehézség, tervezési feladatban jelentkező nehézség, ez szépen egyesüljön ebben a házban. Összegezve mi látogatók azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt sikerült megépíteni és átadni, és fantasztikus munkát végeztek. Ön miként gondolkodik erről? Ha szabad ezt mondani, azt is szerettük volna, hogy ennek az épületnek üzenete van. Egy olyan üzenete, ami nem csupán egy pont a mondat végén, hogy a múltunkat megismerjük, és aztán egy szekrényben elhelyezzük. Nem egy gondolatjel, vagy egy vessző, hogy valamiféle szürke, hétköznapi városképi elemet helyeztünk el ide. Azt szerettük volna, hogyha ez a ház egy felkiáltójel. Egy olyan felkiáltójel, amely arról mesél, hogy a múltunkat megismernünk jó, a múltból gyökereznünk és újat gondolnunk jó, és hogy a kortárs nehézségeinkkel, a kortárs problémáinkra a jövőben a válaszokat keresnünk jó dolog. Tehát legyen ez a ház egy olyan felkiáltójel, amely a múlt és a jövő között mediál. Idén újra várja a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ a művészkaravánra, illetve a művészkorzóra a látogatókat. A belvárosi program augusztus 7-ig minden szombaton 17 órakor kezdődik a Városház téren. Az elmúlt esztendő hasonlóan a hosszú bezártság után először a belvárosi művészkorzón találkozhatott személyesen a közönség régen látott kedvenceivel. A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ szervezésében a Városház téren fellépett a 2019-es Fehérvár hangja döntőse, a gitáros énekes Gyánó Huba is. Eddig az embernek, zenész embernek szerintem többnyire a kifejezés volt ezen, az önkifejezés, illetve a közlés. Az üzenethordozás. Most aztán szerintem egy kicsivel több, főleg így ezután a hosszú csönd után, úgyhogy ez mindenkiben szerintem még pluszban át fog értékelődni, illetve ennél sokkal több üzenete lesz, mint korábban. Úgyhogy ez még szerintem sok-sok emberben fog változni, tehát 5000 emberben változni fog. Nekem ebben a pillanatban talán most azt mondhatom, hogy minden lesz, mindent fogja jelenteni a zenélés. Nagyszerű válasz, viszont ennek tükrében mit hoztál ma? Hiszen láthatjuk, hogy itt a közönség a töpörtyűktől a nagymamákig mindig megjelenik. Én ugye fingerpicking stílusban gitározom, ez egy kicsit ilyen kevert gitározási mód, ugye egyszerre hozok basszus dallam, illetve ritmus hangokat a hangszeren. Továbbra is a country, illetve a bluegrass vonalon szeretnék maradni stílusban. Itt próbálok, ebben a két stílusban próbálok kibontakozni, illetve hát előre menni. A szép számú nézősereg előtt egy rendhagyó beszélgetés keretében mutatkozhatott be a Fehérvári Színház barátoknak, a Vörösmarty Színház társulatának új tagja, Molnár Génóra, közönségkedvenc színművészünk Egyed Attila társaságában. Láttam felvételről, tehát hogy én még nem vettem részt ilyenekbe, de nagyon jó partnert kaptam, tehát Egyed Attila személyében. Úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy úgy készültünk fel, hogy ez egy ilyen kicsit nem olyan hagyományos korzó lesz most velünk, hanem inkább egy ilyen személyesebb hangvételű beszélgetés. Attilával, velem, a nézőkkel nyitottak vagyunk arra, hogy kommunikáljunk arra, hogy mi történt. Pont emiatt, amit mondtál, hogy olyan régen volt találkozási pontja a színháznak és a nézőknek, hogy talán szerintem minket is ez motivált. Én azt gondolom, hogy az Attilával meg lehet célozni a mélységeket, függetlenül attól, hogy ez egy játékos találkozón ér. De hogy sikerült ezt megoldanatok?
Hát őszintén mi most arról beszélgettünk, hogy én tegnap néztem róla vele egy csomó interjút, és felkészültem az Attilából, hogyha olyan alkalom lenne, hogy a nézők kérdeznek, mi kérdezünk, akkor én az Attilának tudjak olyan kérdéseket is feltenni, amik egyébként érdekelnek az ő személyével kapcsolatban is. Egyed Attila számára is hosszú volt a közönség nélküliség időszaka, és természetes, hogy eleget tesz a meghívásnak, és Molnár G. Nórával egy bensőséges hangulatú beszélgetésben avatta be a megjelenteket a színész színháznyitásra váró mindennapjaiba. Egyrészt nem dolgozhattunk, amiben azt jelenti, nem gyakorolhattuk a szakmánkat, nem, és akkor az valaki elrozsdásodik ebben, félek tőle, hogy én is. Másfelől a folyamatos kontaktus egy színész számára az rendkívül fontos, és akkor végre találkozhatunk velük, és ennek megfelelően meg is próbálunk egy rendhagyó ötletet végigvinni, ugyanis nem egy énekes, dalos kis találkozóra készülünk, hanem megpróbálunk felkészülni egy valós beszélgetésre. Megpróbáljuk beszélgetésre invitálni a közönséget, leülni közéjük, közelebb húzni őket, és hogy valahogy fejtsük meg, hogy mi szükségünk van egymásra, és ha igen, miért. És akkor vannak ABC terveink, hogy esetleg hogyan lehet majd egy-egy verssel, vagy valami szépséggel önmagunkat még pontosabban adni és felhívni, vagy bemutatni önmagunkat, hogy éppen hol tartunk, mit tartunk fontosnak mi. Magunk számára milyen gondolat fontos, milyen vers fontos. A művészkorzót követően a hagyományoknak megfelelően a látogatók megtekinthették a Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület tagjainak bemutatóját, akik megidézték az évszázadokon át ismert és a magyar nép körében gyakorolt fegyveres és pusztakezes küzdelmi formákat, és természetesen az Árpád-házi királyokat idéző történelmi óriásbábok is megjelentek a városban. Piramis világ címmel nyílt meg Koppány Attila új tárlata. Az alkotó a Pelikán galériában a piramisok, gúlák és az ezeket felépítő síkidomokat mutatja be műveiben. Pataki Gábor művészettörténész ajánlotta a képzőművészet barátainak figyelmébe a Piramis világ címmel Koppány Attila alkotásaiból megnyílt kiállítást a Pelikán galériában. A kiváló festőművész diákéveit Székesfehérváron töltötte Áron Nagy Lajos és Ballagó Imre tanítványaként, majd a budapesti képzőművészeti főiskolán tanult sokszorosító grafikát. Koppány Attila legújabb munkáiban a geometria alapjaiból táplálkozik, újragondolásra késztető módon ábrázolja a piramisokat, olyan elvek mentén mutatva meg az ókor csodáit, hogy a látogató elmélyülhessen a látványban. Építészeket tanítok egyetemen, és hát azért ahhoz közel áll a geometrikus gondolkodás ehhez a szakterülethez, ennek a művészeti ágaihoz is, viszont én inkább expresszionista dolgokat festettem évtizedekig. Na most közben persze figyeltem a geometriára, és időnként azért voltak kis ciklusok, amikor geometrikus művek születtek. Éppen művész kollégák mondogatták nekem, hogy miért nem csinálom én komolyabban, mélyebben a geometriát, hiszen a szakterületemhez is, a másik szakterületemhez is közel áll. Nos, körülbelül 3 évvel ezelőtt történt az a mondhatni fordulat, hogy Matszon Ákossal, aki egy nagyon jó művész egyébként, és Konok Tamás tanítványa, építész, 50 éves korában döntötte el, hogy inkább festő lesz. Matszon Frigyes szobrásznak a fia egyébként, tehát a név azért ismert, és jártam a műtermébe, hosszan beszélgettünk, képeket is cseréltünk, és akkor már volt egy-két geometrikus elektrográfiám is, hogy azt választotta, és akkor úgy elkezdtem ezen egy kicsit komolyabban gondolkodni, hogy a magyar képzőművészet tulajdonképpen a világban, most a kortársra gondolok, vagy a modernre, leginkább a geometrikusokkal van jelen. Ez valószínű, hogy nem véletlen, hogy ugye Moholy Nagy abszolút első számú sztár ebben a vonulatban, de például Kassákot is nagyon jól elismerték ebben a vonulatban. Aztán, hogyha most megnézzük Bak Imrét, aki ugye Varsóban 30 millióért ütötték le az Orange című geometrikus képét, tehát szépen az az iparterves generáció, akik ugye a 60-as évek derekán jöttek létre, és sokáig a kutyát nem érdekelték, azok most hirtelen berobbantak, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi galériás világba is. Hát a Keskerű Ilonának 58 millióért kelt el például egy munkája, aki ugyanebbe a körbe tartozik. Na most nem ezek a
hirtelen sikerek izgattak engem igazából, hanem az, hogy hát én ugye magam 75 évével valamilyen módon szeretném tömören összefoglalni az életművemet, és igazából ez a, ami a kérdésben volt, hogy vissza az alapokhoz, ez talán ez okozta ezt a fordulatot, hogy elkezdtem ízlelgetni a geometriát abból a szempontból, hogy amit én ki akarok fejezni, ezekkel a visszafogott, szigorúbb eszközökkel is megoldható-e. Tehát volt egy olyan kiállításom Óbudán, ami ugye színes város címmel már geometrikus elemek, ez eléggé sikeres volt, tehát sokan mondták, hogy tetszik. Utána volt az Új Buda galériában Budapesten egy szigorúbb geometria, ami ez a Kassák-Moholy féle világot próbálta mondjuk új geometria fogalom körében egy kicsit mai szemmel újra fogalmazni. És aztán ebből gyúrtam én össze magamnak azt, hogy voltaképpen, ha az ember megragad egy olyan ismert és olyan sokféle tartalommal, szellemi tartalommal rendelkező motívumot, ami egy egyszerű, hát egy négyzetalapú gúla, ugye az egyiptomi piramis, bár ugye piramis nagyon sok korai kultúrában megjelent, akkor a piramishoz rengeteg olyan képzet társítható, ami egyúttal kifejező eszközként is használható. Tehát voltaképpen én most ezt a Piramis Világ című sorozatot egy olyan festői szakmai feladatnak fogtam fel, ami alkalmas arra, hogy nem nagyon direkt, de áttételes módon bizonyos üzeneteket, bizonyos tartalmakat tudjon a közönség felé tovább sugározni, tovább adni. Hát nagyon remélem, hogy erre lesz, nem csak adó lesz, hanem vevő, nagyon értem, vevőkészüléke is lesz a tárlat látogatóknak, hogy ráéreznek arra, hogy ezek a formák, ezek a gondolatok, a piramisnak a különböző értelmezése, legyen az a hatalmi struktúrák, legyen az a különböző elvont, ehhez tartozó tartalmak, vagy azok a titkok, amit még ma sem tudunk. Hát engem, mint ugye építészettel foglalkozó embert, amúgy is mindig foglalkoztatott a piramisok létrehozása, piramisok építése. Ma sem tudjuk pontosan, hogy hozták létre őket. Vannak olyan elméletek, sőt olyan Facebook csoportok is, akik azt állítják, hogy a piramisok tulajdonképpen az egyiptomiak erőműveinek épültek. Ők ismerték ugyanis az elektromosságot az egyiptomi fáraók idejében, tudtak ugye egyszerű elektrolitokat készíteni, és sokan azt csinálják most, ezek szűkebb körök, hogy építenek maguknak kis piramis alakú építményeket, és mérik ezeknek az erőterét. És zöldséget termesztenek alatta, meg mindenfélét csinálnak, arra hivatkozva, hogy igazolhatóan ez a fajta mértani elem, ez a különböző sugárzásokat össze tudja gyűjteni, és bizonyos feladatok elvégzésére alkalmas lehet. No, messzire vezet ez a dolog. Ezt csak azért mondtam példaként, hogy ez nem egy egyszerű dolog ez a piramis, viszont képileg azt hiszem, hogy megragadható. Tehát itt lehet, hogy talán nem olyan tanástalanul fognak a nézők áldogálni, mindegy fekete alapon, fekete négyzet előtt, hogy a Malevichre gondoljak, mert hiszen alkalmas tovább gondolásra ez a képsorozat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.